1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, melynek következtében a 250 ezer fős II. Magyar Hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 130 ezeren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. A Dóni katasztrófa 74. évfordulóján a hősi halottak előtt tisztelgett a Kebel, vagyis a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete, mely céljai közt a Donkanyarnál elesett komáromi katonák emlékét őrzi, kegyelettel adózva a Donnál elesettek tiszteletére. 2012-ben emléktáblát állítottak a monostori erőd bejáratánál. 2014-ben az első világháború kitörésének 100. évfordulóján a helyi áldozatok nevét vésték jelképesen kőtáblába. A Kebel idén kutató munkát is végzett az áldozatok fellelésére. Mintegy 80 komáromit sikerült felkutatniuk, akik a Donkanyarnál vesztették életüket, hangzott el a január 14-én megtartott megemlékezésen az erődben. Az eseményen a Duna Népdalkör hazafias dalcsokrot énekelt, miközben a város vezetői, a helyi civil szervezetek képviselői és komáromi leszármazottak koszorúztak. Ezt követően az erőd konferencia termében folytatódott a megemlékezés a Kebel elnökének Bágyi Ferencné köszöntésével, majd Olá Kálmán szavalatával. Itt van a sűrű, a bozót. Itt van a régi tompanóta, mely a süket ködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a domkerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel náddal pőre sík, kinőtteti hirtelen újra novemberes ködös magát múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa évek és századok, csupa hajdani eszelősök. Hajdani, eltévedt utas vág neki új hináru útnak, de nincsen fény, nincs lámpalánk, és hírük sincsen a faluknak. Bálint Ferenc, a Hadügyminisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmúzeológusa első világháborús egyenruhát öltve tartott előadást a Nagy háború komáromi áldozatai címmel. Mint elmondta, a kutatások alapján folyamatosan kerülnek elő új adatok a világégésről. Az előadó bemutatta a különböző katonai alakulatokat. A legtöbb komáromi katona a 12. közös gyalogezredben szolgált, és itt ebben az egységben haltak meg legtöbben a komáromiak közül. Több mint 100 főnyi veszteség köthető az alakulathoz. A legénységi állományú katonákról sokszor csak egy-egy bejegyzés maradt fent, a tisztekről több információ áll rendelkezésre. A nevek közül különösen is fontos Keresztes Gyula honvéd százados személye, ugyanis ő az egyetlen dél-komáromi, akit eredetileg itt temettek el. A legtöbben idegen földben nyugszanak, de vannak olyanok, akiket családjuk exhumáltatott, így végül mégis a komáromi temetőben leltek örök nyugalomra. Bálint Ferenc az észak- és dél-komáromi első világháborús emlékhelyeket is bemutatta vetített képes előadásában. Elmondása szerint 5 emlékmű őrzi a halottak emlékét, az emlékművek névsorában 422 név szerepel. Bálint Ferenc azonban elmondta, hivatalos katonai forrásokból, visszaemlékezésekből több mint 500 komáromi elesetről van tudomása.